Egy bankrablási kísérlet után 43 túszt sikerült kiszabadítaniuk a rendőröknek Grúziában. Zugdidi városban egy fegyveres férfi szerda délután túszul ejtette a bankfiók munkatársait, ügyfeleit, és 500 ezer dollár készpénz követelt elengedésükért. A katonai egyenruhát és állarcot hordó bankrablónál kézigránát és lőfegyverek voltak. Este a helyi rendőrfőnök bement az épületbe tárgyalni, állítólag a követelt pénzt is bevitte, majd a fegyveres 43 túszt elengedett. Este 10 órakor a bankrabló a rendőrfőnökkel és 3 tússzal elhagyta az épületet, majd egy rendőrautón ismeretlen helyre távozott. A grúz rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A kiszabadított túszokat a hatóságok biztonságos helyre szállították, meghallgatásuk folyamatban van.